Szombaton egy előadás keretében a Szent István Művelődési Házban ismét találkozhattunk Boldog Erzsébet koronahercegnő, az utolsó Árpádházi királylány svájci kutatóival, emlékének éltetőivel. Michel Bakocs és Verebes Csaba azért jöttek hazánkba, hogy előmozdítsák, segítsék a Svájcban Tözben elhunyt királylány Boldog Erzsébet, harmadik András utolsó Árpádházi királyunk apászalánya sírfellapjának hazahozatalát, ősei földjére, városunkba, Székesfehérvárra. Amikor az eredeti könyvet elolvastam, hogy próbálom azt a szenvedést, amit Boldog Erzsébet elért, valamennyire meggyógyítani. A másik az, hogy reménykedünk, hogy tudjunk a sírfedélyt véglegesen hazahozni Magyarországra. Hazafias érzelmű svájci magyarjaink országjárással Soprontól Budapestig, Magyar Polányon át Hódmezővásárhelyig és a Királyok városában Székesfehérváron is bemutatják, terjesztik a királylányról szóló emlékeket, az Erzsébet által írt 15. századi ónémet, új német nyelvű eredeti szövegek fordításait, élettörténetét, csodáit, méltatlan sorsát, hogy elérjék, hogy hazakerüljön a Zürichi Landesmuseumban őrzött sírkő. Boldog Erzsébetről azt kell tudni, hogy harmadik András lánya volt, és egy svájci domonkos kolostorban érte le az életét. A 6 éves korától elment Bécsbe, onnan is el kellett menjenek, és visszamentek a mostani Svájc területén lévő területre, ahol egy domonkosi kolostorban élt. És tette a csodákat. Hát egy isteni utat választott, és nem térhetett vissza Magyarországra. Honvágya volt, beteg volt, saját maga is, és mégis gyógyította az embereket. Az aranybulla évfordulón a Királyok és Szentek kiállításon a gyönyörűen megmunkált Árpád címmel, az evangélistákkal 42 rózsával megfaragott sírkövet már megcsodálhattuk. Most az aláírásgyűjtésnek és a segítőknek köszönhetően remény van arra, hogy a felbecsülhetetlen értékű erekje végleg városunkban találjon otthonra.